Zsinórban harmadszor jutott be a második számú hazai kupasorozat döntőjében a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Szánsenyikse, a Deac, a Miskolc és a Cegléd legyőzésével biztosították helyüket a négyes döntőben. A HEP Kupa fináléját a Magyar Kupa 8-as döntőjével párhuzamosan pénteken és szombaton rendezik meg Győrben. Nagyon örülünk, hogy bekerültünk ismét a kupa döntőbe, ugye már a harmadik éve. Azt mondom, hogy rutinosként indulunk el Győrbe csütörtökön. Pénteken játszunk ami első mérkőzést a Honvéd ellen. Őket a bajnokságon már kétszer meg tudtuk verni. Én nagyon reménykedem benne és bízom benne, hogy pénteken is tudunk nyerni és bejutunk a döntőbe. Mivel a Magyar Kupa meccsek miatt a HEP Kupa mérkőzéseit délelőtt, illetve kora délután játsszák, a nyíregyháziak picit változtattak a felkészülés megszokott menetén. Ez a dél körüli mérkőzés kezdés azért nincs a játékosoknak a bioritmusában kódolva, és éppen ezért ehhez hozzá kell szokni egy picit. A héten megpróbálunk úgy edzeni, hogy ezeknek a mérkőzéseknek az időpontjában legyenek az edzések, kicsit hosszabbak, mint amilyeneket egyébként szoktunk tartani, de mindenképpen szükséges az, hogy felkészüljünk, illetve azért, hogyha valaki követi a csapatunknak a mérkőzéseit, akkor látja, hogy több küzdelem sorozatban is ott vannak inkább a fiataljaink, és az EJBL küzdelmeket is megvívtuk, várnak ránk egyetemi mérkőzések, tehát azt hiszem, hogy eléggé leterhelt és sűrű a program, de én játékosként mindig mérkőzéseket szerettem játszani, úgyhogy szerintem ezzel a mi srácaink is ugyanígy vannak. Busz Iván szerint a Honvéd elleni két győztes bajnoki meccsből nem szabad messze menő következtetést levonni, a fővárosiak ellen a maximumot kell nyújtania a csapatnak. Csak is az első meccsre koncentráltunk, de nekem nem szabad azon gondolkozni, hogy majd így döntött játszunk, meg úgy döntött játszunk. A Honvéd nagyon kellemetlen ellenfél, hiába vertük meg őket kétszer idén, ez nem szabad, hogy elaltasson minket. És ugye azért ilyen nagy nyugat-európai, ilyen kosárnemzetek kupáján is meg előfordul az, hogy az esélyesebb csapat vereséget szem az esélytelenebbtől, úgyhogy úgy kell oda mennünk, hogy 50-50, és megpróbálni megnyerni az elődöntőt. A HEP Kupa első elődöntőjében péntek délelőtt a Veszprém a Baja ellen lép pályára, majd 13 órától következik a budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks találkozó. A két vesztes szombaton 9:30 a bronz, a két győztes 12 órától az aranyérem sorsáról dönt majd a győri Audi Arénában.